Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk az akácméz. Sok mindent fogunk körbejárni vendégemmel, Antal István mézmester. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szervusz. Nos, hát a téma, hogy 2018 és 2021 között az akácméz kilós átlagára 60%-kal emelkedett, idestova most már 5400-5500 forintba kerül. És én azt mondom, hogy nem csoda, hogy a sokak kedvenc csemegéje abszolút a mézhamisítók célkeresztjében van, többek között ezért is, hiszen óriási haszon származik abból, ha nem igazi akácmézet adnak el akácméznek. A kérdés az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a tavalyi évben elburjánzó mézhamisítást megállítsuk. Ennek egyébként már sok mindenki utána járt, de én személyesen tőled szeretném hallani, mint avatott szakembertől, hiszen 2021 végén, és egy kicsit azért említsük ezt meg, a hatósági szakemberek is óriási mennyiségben találtak hamisított pénz, mézeket a magyar nagyáruházak polcain, és a botrány kiváltója, hiszen ez nyilvánosságra került, az a Klenánc József, aki az egyik mogulja a mézhamisításnak, és ráadásul ugye ő már korábban is volt büntetve hamis méz forgalmazásáért. Tehát a kérdés az, hogy a vásárlóknak egyáltalán van-e esélye arra, hogy valóságos mézet vásároljanak. Hiszen, ha bemegyünk, és ezért szándékosan nem mondom nyilván a nagyáruházak neveit, de ha bemegyünk, ott szinte azt gondoljuk, hogy ez természetes, hogy ott olyan méz van, ami az, ami. Kezdjük úgy, hogy a 2018-at megvizsgáljuk, akkor ugye 600 forinttal, aztán megint 600-zal, végén 1200-zal nőtt a kilónkénti ár, és a vége, ahogy az imént említettem már, 4640 forintról tavaly, 5640-re, ez 22%-os áremelés, 2019 és 21 között pedig 62%. Mi a teendőnk? Hogy van ez? Hát ez úgy van, hogy igazából azt tudni kell, hogy ez a piac miatt történt ez az áremelés, mert a két év alatt, 2020-ban gyakorlatilag Magyarországnak az akácméz termése a nullába volt egyenlő. Ez ahogy látszódott, hogy nagyon katasztrofális lesz az akácméznek a termése, ennek azonnal árfelhajtó hatása volt. A 21-es év is gyakorlatilag erről szólt, hogy nem volt egy egyenletes sem minőségben, sem mennyiségben, nem volt egyenletes az akáctermés Magyarországon. És amikor arról beszélünk, hogy mézhamisítás, akkor tényleg arról szól a dolog, hogy ez a piaci helyzet vonza ezeket az embereket, hogy hatalmas pénzeket tudnak belőle előteremteni, mert gyakorlatilag a magának az akácméznek a nagykereskedelmi ára, amikor itt beszélünk piaci árakról, amik 4-5 ezer forintok, és ezek egy bolti árban tényleg reálisak, a felvásárlási ár is úgy megemelkedett, hogy már 2200-2400 forint egy kiló akácméznek a felvásárlási ára. Értem. Viszont ugye azt tudjuk, hogy ez olyan hamisítási probléma, hogy az nem fehér akácból, hanem más növényi nektárból származó virágméz kategória. Így van. Miért jelent ez alapvető problémát? Eleve van egy növény, aminek az a neve, hogy facélia. Ez a facélia méz, ez egy nagyon dekoratív, és legalább küllemében legalább egy olyan szép mézet ad, mint az akác. És nagyon-nagyon evidens, hogy ha ezt hozzákeverik az akácmézhez, akkor egy óriási nagy mennyiségi növekedést tudnak eredményezni a termékben. De a felvásárlási árban 800 forint vagy akár 1000 forintos különbség is lehet a felvásárlási árban. És amikor a külleméről beszélünk ennek a méznek, ez egy gyönyörű dekoratív méz, de nem akácméz, és aromájában se adja az akácot, hát nem pláne beltartalmi értékében.
Tehát azt mondhatjuk, hogy ez olcsóbb, de nem feltétlenül rossz minőségű, csak nem akácminőségű. Így van, nem rossz minőségű, még mindenféle mélyszamisítás egy tisztességtelen dolog. De még talán ez még a legenyhébb formája, mert azt mondom, hogy egy természetes mézet tettek bele ebbe az üvegbe, de nem akácmézet. Ezen kívül még beszélhetünk még több mézhamisítási formáról is. Egyszer a cukorsziruppal történő etetés. Ugye a méhészek kapják a támadást, hogy mert cukorsziruppal etették a mézet, és ugye itt van ez a tévhit, amikor mondjuk, hogy kristályosodik a méz, és hogy a méhész biztos cukorral etette a méheket, ezért kristályosodik, nem? Hát ez pont a fordítottját eredményezi. Minden méhésznek technológiailag kell etetni a méheket, kell etetni cukorsziruppal a méheket, hiszen ez táplálék a méhez. Ez táplálék a méheknek. Technológiailag, mikor elveszünk egy mézet, akkor utána, hogy a méhek ne éhezzenek, meg serkentés, hogy az anya méh ne álljon meg, serkentés szempontjából kell etetnünk. De ez mind olyan technológiai mézek, amik nem kerülnek üvegbe, nem kerülnek fogyasztásra, mert a méhek el is fogyasszák. És ezen kívül, még szakmailag még több előnye van neki, például egy gyógyszert is be lehet vinni ezzel a sziruppal. Ezen kívül nem kristályosodik, ugye ez a másik, hogy ez nem kristályosodik, és a téli táplálékként a méhek sokkal könnyebben felveszik, világos, jobban hozzájutnak. Na most akkor ennek semmi olyan hátulütője nincs a fogyasztóval szemben, nem történik a fogyasztónak megkárosítása, de mégis valahol is a támadásokat megkapják a méhészek. Főleg, ha ezt direkt csinálják, így mert az van. Indirekt mód, hogy a méheket táplálják azzal a cukorsziruppal, azzal nem lehet gond. Így van. De van egy olyan módszer, ahogy olvasom én is, amivel a laborok is nehezen boldogulnak, ez a gyantaszűréses technológia. Na most erről beszéljünk. Hát ezt a kínaiak fedezték, vagy találták ki, és igazából itten az a probléma ezzel, hogy begyűjtetik ugyan a nektárt a méhekkel, de egy üzemen belül, egy ilyen hatalmas nyomással, egy ilyen gyantaszűréses technikának mondják, nem, pontosan nem vagyok tisztában a technológiával, csak az a lényege neki, hogy hatalmas nyomással átpréselik, átszűrik a mézet, és egy teljesen halott anyagot kapnak, amiben semmi nincsen, egy világos színű, édes cukor. Cukorszirup. És ezt forgalmazzák. Ezt a méhek nem párolják ki, ezt a technológia során szedik ki belőle a felesleges vizet, mindenféle olyan anyagot kigyűjtenek belőle, kiszednek belőle, amit a méz tartalmaz. És ezzel az úgymond hamis kínai termékkel tudják higítani a jó minőségű mézeinket. Tehát van egy adott földrajzi hely, és ott a virágpollent hozzáteszik, és az honosítható. Tehát akkor azt úgy nevezzük, ahogy akarjuk. Így van, és akkor már egy párszor elmondtuk, ez az unió és unión kívüli mézek keveréke. Hát Spanyolországban is volt egy nagy botrány, mert ott meg román mézet árusítottak, Romániából származó mézet árusítottak Spanyolországban, de ezt, mint kiderült, a románok Kínából megvették a mézet, kipalackozták és eladták, mint román mézet, eladták Spanyolországba, és hát ott is egy óriási nagy... Ez óriási üzlet. Így van. Most nyilván a Nébiknek vannak szakemberei, akik ezt felismerik, de a vásárló miként ismeri fel? Ugye ez nem egyszerű feladat. Azt mondja a Nébik, hogy az első és a szembetűnő jellegzetességnek, hogy az akácméznek a zöldes árnyalatú, világos sárgás a színe. Így van. Igen. Na mostan a méz egy bizalmi termék. És amikor erről beszélünk, hogy hamisítványokat csinálnak, jó minőségű hamisítványokat csinálnak, mert hozza küllemében, hozza azt a formát, amit az ember elvár egy terméktől, egy méztől. De a méz, mivel egy bizalmi termék, ezért én azt mondom, hogy ha csak laboratóriumban lehet kiszűrni azt, hogy ez egy hamis áru,
akkor az a fogyasztó, aki a mézet fogyassza és tényleg élvezettel veszi meg a családjának, akkor a legbiztosabb egy biztos helyről való beszerzés. És ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mindenkinek legyen egy méhésze, mindenkinek legyen egy olyan szakember, akivel bizalmi viszonyban van, és tudjuk azt, hogy ezek, most én azt mondom, hogy ma Magyarországon ezek a méhészek, ezek akik a nevüket adják a termékeikhez, jó minőséget értékesítenek, a saját termékeiket értékesítik, és ezért én azt mondom, hogy talán ez a legbiztosabb formája. Az világos, hogy nekünk vagytok ti, az tökéletesen rendben van, de mit tegyen az, hogy ismerheti meg a hamisított mézet az egyszerű vásárló? Van hát erre mód? Nagyon nincs. Az aromája, hogyha már erről a facéliás csalásról beszélünk, akkor hogy hozza az akác aromát, de hát az ugye az csak úgy lehet megkóstolni. Ahhoz meg kell venni. Meg kell venni, meg kell kóstolni. És hogyha belenyúlt, de üvegben, a polcon vagy az üzletben vizsgálgatva nem lehet megmondani, mert ugye hát a hamisítványoknak az a lényege, hogy megtévesztésig hozzák az eredetét. Nyilván a mébik laborokban ez egyszerűbb az eljárás. Egyszerűen kimutatható, a polleneknek a pollen különbségekből kimutatható. A méhészek zöme egy, ráadásul ugye a sorozatos akászmész hamisítási botrányok miatt egy azonnali jogszabályi szigorításokat szeretne. Milyen jogszabályok segítenék azt, hogy kevesebben legyen a mészhamisítás? Hát eleve a forgalomba hozandó mézeknek a még fokozottabb, még szigorúbb ellenőrzése forgalomba hozatal előtt tételesen is, mert hát szinte az utolsó pillanatig egy mézüzemben egy technológia meg tudja azt oldani, hogy az utolsó pillanatig utolsó pillanatban derülhet ki, hogy hamis méz került abba az üvegbe, vagy nem a keveréseknek az összetételéből. És hát eleve az, hogy a NÉBIK fokozata lépjen fel, és az üzletek polcairól, úgy, ahogy mostanság ezek a szigorú ellenőrzések történnek, még hatékonyabban, még erősebben legyenek ellenőrizve. Mert meg a pláne az, hogy amikor egy gyanúsan olcsó áru termék kerül az üzletekbe akciósan, akkor ott valami sánt itt azzal a termékkel, mert nem, egy igazi, valódi termék nem tud akciós lenni. A hamisítás elleni küzdelmet segítené, ha kötelező lenne feltüntetni a származási hely? Az feltétlenül. De ezt meg lehet valósítani? Hogy minden egyes üvegen legyen ott, hát nem Európa vagy Európán kívüli, hanem hogy valóban hol. Ezt megteheti a magyar hatóság? Ez nagyon megnehezítené, mert azért itt a multiknak akkora felvevő piaca, és akkora mennyiséget kérnek ezektől a mézpalackozó üzemektől, mézüzemektől, akkora mennyiséget kérnek, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy egy mézüzem azt mondja, hogy X méhésztől származik ez a tétel, és az palackonként fel legyen tüntetve, hanem ennek úgy megy a technológiája, hogy felvásárolja az ő általa megtervezett mennyiséget, és hogyha azok kiváló akácmézek, akkor is összekeveri őket. Igen, de akkor azt mondhatja, hogy ez magyar. Azt mondhatja, igen. Igen. Tehát azt mondhatja, hogy magyar, kérdés. De azt nem, hogy melyik méhészetből származik. Tehát és a keverékméz megjelölése az hozhat változást? Hát valószínű, hogy ez volna a legjobb, de addig, ameddig az Unióban ezt nem tiltják be, és a szabad árukereskedelem, szabad áruforgalomnak megvan a lehetősége, addig azt lehet mondani, hogy legálisan behozzák az Unióba ezeket a termékeket, és addig nem tudunk ellenük fellépni. No, hát nagy sóhajjal mondom, hogy várjuk ezeket a változásokat nyilvánvaló, addig is a kedves nézőknek is felhívjuk a figyelmét, hogy ők is azért gondoskodó tisztelettel nézzék, ha már egyszer az a nagy áruházláncok nem teszik ezt, mert hogy ez azért fontos, és egyre népszerűbb a mészfogyasztás, és nő is, hála Istennek.
Most ennek kapcsán egy kicsit még beszéljünk az elmúlt esztendőről, hiszen a koronavírus járvány nagyon sok mindent, illetve a szélsőséges időjárás megváltoztatott az agrárgazdaságban, és hát a méhészetek is megszenvedték ezt az időjárást, mondom én. Igen, furcsán indult a 21-es évünk, mert egy késő jött úgymond tél, amelyik tényleg március-áprilisban sújtott le ránk, és az akác, úgy ahogy a 21-es év, vagy a 20-as év szinte lesöpörte az akásztermést, mert akkora katasztrófa volt a télvégi időjárásban. A tavalyi évvel szemben annyi szerencsénk volt, hogy nem egyöntetően tette tönkre az akácot, hanem úgymond régiónként ilyen sávokban fagyott le az akác, és mindenki, amikor arról beszélünk, hogy nincs akác, akkor arra gondol, hogy májusban a méhek nem tudtak kimenni, mert rossz volt az idő. Tény, hogy ez is közrejátszik, az virágzás közben idő. De nagyon fontos az, hogy már egy februári hirtelen felmelegedés után egy hatalmas nagy fagy is tönkre tudja tenni az az évi akásztermést, mert lefagyassza azokat a virágrügyeket, amiből a nektárt adó virágok képződnek. Na most, amikor egy ilyen időjárási állapot feláll februárban, márciusban, akkor onnantól kezdve a méhészek már tudják, hogy sajnos oda van az évi termés, és pluszban még, hogyha rájön a virágzás közben a rossz idő, akkor az meg aztán katasztrofális állapotokat állít be. Na mostan ezek a sávok, ezek olyan szinten megvoltak ezek a klímabeli különbségek, hogy szinte ilyen 10-20 kilométeres távolságokra már egyik méhésznek elfagyott a környezetében, az akác nem tudott pergetni, 15-20 kilométerre odé pedig csodálatosan megvolt az akác, és nektárt adott. Ez eredményezi azt, hogy volt is akác, nem olyan nagy mennyiségben, és hát az áraknak a magasan tartását teljesen indokolta az, hogy nem termett annyi, mint amennyit számoltunk. Viszont foglalkozunk a vegyes virágmézekkel is, hiszen azok is népszerűek. Így van. Ott hogy alakult az esztendő? A vegyes virágmézek szempontjából, amikor egy tavaszi virágmézet veszünk, aminek a nagy mennyiségét a repce adja, mert a környező virágok, gyümölcsfák és a környezetünkben lévő virágok is nagy mennyiséget adnak, de azon felül még a repce adja bele a nagy tömeget, hogyha nem szintisztán tudjuk kipergetni. És ezek is, a tavaszi időszak nagyon heptikus volt, és tényleg nem lehetett azt mondani, hogy idilli körülmények várták a méhecskéket a gyümölcsösökben, meg a környezetünkben lévő kertekben, meg a vadvirágokon. Jött méz, jött nektár, de nem jött abban a nagy mennyiségben, minőségre hozta a formáját, mert tényleg egy nagyon szép, nagyon jó minőségű mézeket adott, de a mennyiséggel itt is elmaradtak. Aztán a nyári időszak, amikor kitört az aszályos időszak, ez észre lehetett venni a napraforgó virágzáson, észre lehetett venni a környezetünkben lévő egyéb növényeknek a virágzásán is, hogy sajnos ez a aszályos időjárási tényező, ez nagyon odavágott a nyári virágoknak. Úgyhogy minőségében gyönyörű mézeink lettek, mennyiségében elmaradtak, és ez sajnos az a baj, hogy évről évre ez a klimatikus változás annyira még a növényzetet is lesokkolja, hogy nem tudja azt a formáját hozni, mint amit elvárunk tőle. A mély családokat is megviseli ez az időjárás változás? Igen. Főleg a téli időszakban vannak nagyon nagy problémák, mert a hazánkban élő méhek, ezek jobban elviselnék az egyenletes hideg, téli kemény hideget, mint ezt a libikókát, amit az időjárásunk ad. Hát egyik nap még 17 fok van, másik nap meg 0 fok körül van, és tényleg nem normális az, hogy a méhek kijárnak januárba a kaptárból, őnekik terelni kéne.
és ezen kívül még vannak olyan problémák, hogy például az anyaméhek elkezdenek petézni ideje korán, amikor őnekik még nem az volna a dolguk. Őnekik még telelni kéne. És akkor erre megérzik a tavasznak a leheletét, és már indul is az élet, de közben meg még ott vagyunk, hogy tél van. Hogy viselik ezeket a változásokat a méhészek? Hiszen nagyon fontos kérdés, hiszen egyre népszerűbb ez a szakág. Hát annyi mindenen ment keresztül ez a méhész társadalom az alatt a 30 év alatt is, mióta én benne vagyok. Amikor 10-20 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy gazdaságilag egy jó tevékenységi forma, és aki tényleg elkötelezett ezen a területen, akkor ő jól jár gazdaságilag is, ha neki fog ennek a szép hivatásnak. De manapság ezt már így nem lehet kimondani, mert annyi olyan külső rossz dolog sújtja a méhészkedést, hogy ha beszélünk csak a klimatikus változásokról, beszélünk csak a piaci gazdasági tényezőkről, akkor nem biztos, hogy jól élik meg a méhészek ezeket a dolgokat. És amikor tényleg valaki azt mondja, hogy szintiszta gazdasági tevékenységként tekint erre, akkor nagyon sok hátulütője van, és nem biztos, hogy jól tudja átélni azt, hogy vannak veszteséges évek. Nos, hát én mit kívánjak? Én méh plusz ész az méhész, ezt nagyon is jól tudjuk, tehát ezzel nem lesz gond az idei esztendőben sem. Én azt kívánom, hogy olyan tavaszunk legyen és olyan nyarunk, hogy boldoguljanak a méhek és a méhészek egyaránt, mert ez számunkra, vásárlónk számára is egy rendkívül fontos tényező. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, a mészhamisítási botrányról beszéltünk, illetve egy rövid jövőképet vázoltunk fel a méhész társadalom részéről. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!